Bölcsőde Expo, a szombathelyi intézményekkel ismerkedtek meg a kisgyermekes családok. Bombariadó. Kiürítették a paragvári és a Neumann iskolát, elmaradtak a tanórák. Közel a vég, lemondott a haladás ügyvezetője, továbbra sincs liszensz. Búcsú meccs lehet a mai. Jó estét kívánok! Ez a Szombathelyi Televízió híradója. Második alkalommal rendezett Bölcsőde Expót a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény szombaton. Az összes tagintézmény szakmai munkájával megismerkedhettek a látogatók. Körülbelül 500 érdeklődő kereste fel a Bölcsőde Expót a Kálmani Arborétumban. A három év alatti gyermekeket nevelő családok közelebbről megismerhették a szombathelyi bölcsődéket, az ott dolgozó kisgyermeknevelőket, szakembereket. Itt van idő a saját ellátott gyerekeink nélkül csak a családokkal foglalkozni, azokat a tartalmakat, játéktevékenységeket, egyéb tevékenységeket bemutatni, kipróbálni velük, a felnőttekkel is, nem csupán a gyerekekkel, amit a bölcsödében végzünk a mindennapok során, illetve szolgáltatásaink vagy a családi programok folyamán. Szombathelyen 8 bölcsőde és 2 mini bölcsőde működik egyesített formában összevontan. Szuhai Viktor tanácsnok köszöntő beszédében elmondta, az ellátórendszer tovább bővül, a Szentkirályi városrészen új, 40 férőhelyet biztosító intézmény épül, amit a tervek szerint évvégén adnak át. Az expó standjainál szakmai programok és játékok várták az érdeklődőket. A játék és a tanulás az nem elválasztható egymástól, gyakorlatilag az egyenlő, tehát játszva ismerik meg a gyerekek a világot, és a játék által fejlődnek, tanulnak, fejlődik a személyiségük. Nagyon-nagyon fontos szerepe van a játéknak, például a feszültséglevezetésben, vagy pedig a traumák, élmények feldolgozásában. A játékok mellett olyan kérdésekről is tájékozódhattak a szülők, hogy mikor érdemes először fogorvoshoz vinni a kisgyermeket, hogy néz ki a megfelelő napirend, vagy melyek a legfontosabb szempontok a szobatisztaság tekintetében. Amellett, hogy tudunk szakszerű tanácsot adni a szülőknek, amellett pedig meghallgatjuk a problémáikat, és egy kicsit talán így megnyugtatjuk őket, hogy igazából a legtöbb gyerek leszokik a pelenkáról, hogyha egészséges, tehát előbb vagy utóbb mindenki szobatiszta lesz és ágytiszta lesz. A szombathelyi bölcsödékben saját főzőkonyhák működnek. Bemutatták azokat az okos tányérokat, amelyeken külön adagolják a megfelelő fehérje, szénhidrát és rost mennyiséget. Az EBITAG bölcsődéire jellemző, hogy nem csak a gyerekekkel, hanem a családokkal is szívesen foglalkoznak. A szülők évente 2 alkalommal is nyílt napon ismerhetik meg közelebbről az intézményeket. A médiahatósághoz és a Területi Választási Bizottsághoz fordul a szombathelyi Fidesz a Szavária Fórum választási különszáma miatt. Jelentette be rendkívüli sajtótájékoztatón Illés Károly frakcióvezető, Horváth Gábor képviselő és Jagodics Zsuzsa képviselőjelölt. Sérelmezik ugyanis, hogy a 12 eltérő lapszám mindegyikéből kimaradt az impresszum, csak az éjjel szombathely politikai hirdetései jelentek meg, azok elhelyezése pedig szerintük befolyásolja a választói akaratot. Kijelentették azt is, hogy a plakát botránnyal kapcsolatban a kúriához fordulnak. További rövid híreink következnek. Bombariadó miatt kiürítették a Paragvári utcai általános iskolát ma reggel, a diákokat az Agora művelődési és sportházba kísérték át. Az iskola előtti útszakaszt a rendőrség lezárta, majd megkezdték az épület átvizsgálását. Nem sokkal később a Neumann János általános iskola is bombafenyegetést kapott, a tanulókat a sugárúti kis csarnokba irányították át. A tanórák elmaradtak, amelyik szülő meg tudta oldani, hazavitte gyermekét, a többieknek felügyeletet biztosítottak az intézmények délután 5 óráig. Az ország több pontján történt hasonló, Szeged több iskolájában és a Fejér megyei Kulcson is bombariadó miatt szakadt félbe a tanítási nap. Kérdéseinket elküldtük az országos rendőrfőkapitányságnak, egyelőre nem kaptunk választ. Ma délelőtt rendezte meg a csecsemő gondozási verseny Vas vármegyei fordulóját a Vörös Kereszt helyi szervezete a Pécsi Tudományegyetem szombathelyi képzési központjában. Fachter Walter vármegyei tiszti főorvos köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy ezekre az ismeretekre a mindennapi életben és később a munkájukban is szükség lehet majd.
6 általános iskolai csapat mérkőzött meg a versenyen, elméleti tesztben és gyakorlati feladatokban bizonyíthattak a három fős csapatok. Újszülött fürdetése, lázcsillapítása, utazáshoz szükséges holmik összekészítése, 4 éves korosztálynak való játékcsomag összeállítása is szerepelt a feladványok között. A legeredményesebb csapat tovább jut az országos döntőbe, amit Pécset szerveznek május 31-én. 10. alkalommal rendezte meg a Közlekedési Kultúra Napját a Közlekedéstudományi Egyesület szombaton. A rendezvény ezúttal csatlakozott a főtéri Futaváros programhoz, így rengeteg érdeklődő, főleg gyerek érkezett az Egyesület területi szervezetének sátrához. A szervezők a kulturált és szabálykövető közlekedés fontosságára próbálták felhívni a figyelmet játékos formában. Az igen népszerű ügyességi pályán a kerékpáros készségeket fejleszthették a gyerekek. Első alkalommal tartott családi napot pénteken a Bercsényi Iskola a Mozdulj Alapítvány szervezésében. Ugrálóvár, arcfestés, pingpong és több versenyfeladat is várta a gyerekeket, emellett pedig a diákok a tehetségüket is megcsillogtatták. Bemutatkozott a színjátszó szakkör, valamint énekes-táncos produkciókat is láthattak a jelenlévők. A családi nap célja az volt, hogy a szülőket is becsalogassák az iskolába. Huszonhat kis település csatlakozott a Vasvár megyei helyi értékek hete rendezvény sorozathoz, amit pénteken Sitkén nyitottak meg. A falvak bemutatják kincseiket a nagy közönségnek, ezúttal amatőr művészeti produkciókkal kiegészítve. A sokszínű programkínálatban főzőverseny, kiállítás, templomi koncert is szerepel. Helyi kézművesek alkotásaiból nyílt kiállítás a Sitkei Kultúrházban. Az aszakkör programban készített méviasz és aromagyertyák, olajok, hímzések, fonott kosarak sorakoztak az asztalokon. Ez a tárlat is része a Vasvár megyei helyi értékek hete rendezvénysorozatnak, amely május 10-én vette kezdetét. A csatlakozó 26 falu egyike Sitke. Ez a műhely munka talán hozza a következő munkát is, és a lehetőséget, egyben az ötleteket is, hogy mire lenne szükség. És tényleg ez a jó van, hogy végre alulról kezdünk el egy kicsikét építkezni, és amire van igény, azt próbáljuk támogatni. A programsorozat a Vasvár megyei önkormányzat támogatásával a Nemzeti Művelődési Intézet Vasi Igazgatósága szervezésében valósul meg. Célja, hogy a közösséget építő helyi értékműhelyek és amatőr művészeti csoportok bemutatkozzanak a saját településükön. Erről szól az értékek hete is, hogy miért szeretünk kis településeken élni, miért jó falun élni, kicsit fókuszáljuk önmagunkra, kicsit figyeljük azokra az értékekre, amelyek körülvesznek bennünket. Sitkén a helyi citerások léptek fel, Rönökön nemzetiségi ételeket főztek, Rábagyarmaton színjátszók mutatkoztak be, Egyházas hetjén Berzsenyi napot tartottak, Nardán pedig templomi koncert lesz. A programsorozat május 19-éig tart. Családi délután tartottak a Madarak és Fák napja alkalmából szombaton a Vasiskanzenben. A szabadtéri aktivitásokat is kínáló rendezvényen kiállítás nyílt. Gál Jenő szombathelyi fotós madarakat bemutató képeit a Falun Múzeum madaras díszítésű tárgyaival együtt lehet megtekinteni. A Madarak és Fák napjának célja az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségének elmélyítése. A Vasiskanzenben szabadtéri játékokkal és kézműves foglalkozással várták a gyerekeket. Vannak ilyen színes lapok, ilyen virágmintás, volt egy sablón, amit átrajzoltam, kivágtam, választottam még hozzá a szárnyához, a lábához, és a személyhez ilyen mintát, ezt ilyen fehér lapból, a tulipánokat ilyen nyomóval, így több színből, és ráragasztottam. Gál Jenő már 18 éve fotóz madarakat. Ez idő alatt csak a Falun Múzeum területén 51 madárfajt sikerült lencse végre kapnia. Képeiből most kamara kiállítás nyílt.
A kiállításhoz ugye Gályenő adott nekünk, adományozott az év elején több mint 4000 fotót az elmúlt több mint 10 évben nálunk készített fotói közül, és ezek közül a madarakat választottuk ki. A kiállításban pedig a gyűjteményünkben található olyan tárgyakat mutatjuk be, amiken valamilyen módon megjelennek a madarak. A kiállítás nyitó rendezvényén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület helyi csoportjának képviseletében Koszorús Péter méltatta az alkotásokat, majd Gályenő osztotta meg gondolatait a fotókról és a madarakról. Magam sem tudom meghatározni, hogy mi indított engem azon, hogy madarak fotózásával foglalkozzam. Ez jött az egyik pillanatról a másikra, és azóta őrületes szenvedéllyel hódolok ennek a madárfotózásnak. A kiállított 20 képen 16 féle madár látható. A tárlat november 10-éig látogatható. Lemondott posztjáról Szántó Erzsébet, a Haladás ügyvezetője, adta hírül pénteki közleményében a klub. A labdarúgó Kft. Rendes taggyűlése május 28-án lenne esedékes, ám előtte május 15-én sor kerül egy rendkívüli tulajdonosi egyeztetésre is, ahol a licenszkérelem elutasítása és a fellebbezés is téma lesz. Mint ismert, a Haladás továbbra sem rendelkezik indulási joggal a következő szezonra. Az erre vonatkozó kérelmet a Magyar Labdarúgó Szövetség elutasította, mert a klub nem teljesítette a feltételeket. A labdarúgó csapat az MB2 32. fordulójában ma este a Vasas otthonába látogat. Rekordszámú jelentkezővel zajlott a Futaváros elnevezésű tömegsport rendezvény, amely szombaton rajtolt a főtérről. Négy távon férfi és női kategóriában, továbbá gyerekfutamban indulhattak a résztvevők. A bemelegítést Béres Alexandra vezényelte. Harmadik alkalommal rendezte meg a Szombathelyi Önkormányzat és a Pannonsport Kft. A Futaváros címet viselő futóversenyt az Ébredj Szombathely program sorozat részeként. Ezúttal több mint 800-an döntöttek úgy, hogy mozgással töltik a szombati napot. A nevezők között önkormányzati képviselőkkel és profi sportolókkal is lehetett találkozni. Az 5 kilométeres távon indulok először, és akkor a 2 kilométeres önkormányzatra befutósat is, mint csemegét bevállaltam, az idén is. Tavaly is itt voltam, tavaly is indultam mind a két távon. Hát tulajdonképpen ugye ez egy nem versenyjellegű futás, úgyhogy mint utcai hosszú távfutó, sok versenyt indulok egy évben. Ez inkább, mivel Szombathelyi vagyok, úgy érzem, hogy a sport népszerűsítése nagyon fontos. A kellemes tavaszi időben rendezett sporteseményen Nemény András a közösségi élmény fontosságáról beszélt. Mondják, hogy a futás ez egy magányos sportág, ha körbenézek, akkor abszolút nem ezt látom. Ez egy igazi közösségi esemény, és ez azért jó, mert én abban hiszek, hogy az a boldog város, ahol vannak közösségek, ahol jó közösségek, együtt tudnak ünnepelni, együtt tudnak megélni boldog pillanatokat. A futamok előtt Béres Alexandra tartott jó hangulatú bemelegítő edzést a versenyzőknek. Kicsit össze a könyökünket, úgy érezzük, hogy annál nagyon jó, hogyha az izmokat átmelegítjük, hogy egy kicsikét mobilabbak legyenek, és esetleges sérüléseket el tudjuk kerülni. Emellett fontosnak érzem a hangulatépítő hatását, ami egy ilyen tömegsport rendezvényen nagyon fontos, hiszen olyan csodálatos energiák szabadulnak fel, amit ilyenkor érezhetünk. Nagyon ritka az életben, hogy más helyszínen ilyet érezni. Együtt indultak az 5 és a 10 kilométeres távra jelentkezők, valamint a váltó versenyzői is. Később álltak rajthoz a gyerekek. A 2,5 kilométeres futam volt az utolsó. Az útvonal áthaladt a polgármesteri irodán is. A célvonalhoz érkezve valamennyi futó egyedi tervezésű emlékérmet vehetett át a polgármestertől. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!